Halljunk szót, tisztelt Nászné, kedves vendégsereg! Szerencsés jó napot kívánok mindenkinek! A vőlegényt kísérjük mostan az útjára, odahol őtet menyasszonya várja. De mielőtt elindulnánk-e hosszú nagy útra, szenteljünk néhány szót a búcsúztatóra. Kedves édesanyja, kedves rokonok, jó barátok, eljött hát az óra, tehát kedves fiúk, a búcsúzó szóra. Érzékeny szavakkal szeretne búcsúzni, hát elszorult a torka, nem tud szóhoz jutni, így hát én leszek néki szószólója, kedves szeretteitől búcsúztatója. Négy gyönge ajtóan mostan búcsúszókat szólna, a drága édesapám mi közöttünk volna. Ám nem lehet közöttünk, ott ül mennyei atyám trónusa mellett, onnan figyeli az én gyönge életemet. Kívánom hát Istentől, legyen gondja égi utadra, igyekszek méltó lenni hozzá, hogy büszke lehess fiamra. Kedves édesanyám, búcsúzkodni jöttem, egy csodálatos szép gyermekkor álmostam mögöttem. Oly sok szeretet és sok gondoskodás volt, mint tőled kaptam. Remélem, majd úgy érzed te is. Szereteted nem marad viszontatlan. Isten áldjon meg téged. Kedves jó nagymamám, egészséged nem engedi. Így most nem lehetsz én velem, ám láthatsz engem majd a most készülő videófelvételen. Kívánom Istentől, adjon neked szép hosszú életet, erőt, egészséget, békés öregséget. Isten áldjon téged! Kedves jó testvérem, te hozzád szólok, köszöntő szavaim, te neked mondom. Remélem ezután is jó testvérek maradunk. A jóban vagy a rosszban mindig összetartunk. Isten áldjon meg téged. Népes rokonságom, családom tagjai, hozzátok is szeretnék egy pár szót szólani. Szüleimmel együtt kísértétek eddigi életutamat, fogadjátok hát szívből jövő jó kívánságaimat. Adjon az Isten nektek erőt, egészséget! Most pedig álljatok elém, legény cimboráim, kikkel volt nékem, sok-sok vívóráim. Elébetek állok én is búcsúszókat mondva, nem leszek többé veletek, ronnyig ittasodva. Hogy nőt veszek magamhoz, s megházasodok. Mérték és tartózkodás kell, bizonnyal jól tudom. Kívánok hát nektek minden jót és szépet, szép hosszú életet és jó feleséget. Isten áldjon! Hey, szerencsés, lencsés, bencsés, gimbéces, gombócos, likváros, mákos, jól felfüstölt, kolbásztos, nagyon az a takarékos úristen! Az asztalon a sok jó ital a helyét mind megállja, de egy közülük legkülön, a gyümölcs légkirálya. A jó magyar pálinka, nincsen annak párja, aki megkóstolja, bizonnyal belátja. Kóstolgassuk, ízlelgessük, az ifjú pár, meg éljenezzük, éljen az ifjú pár! Éljen! Hé, hey, jó kislók, szerencsés, jó estét kívánok, tisztelt Nászlét, kedves vendégsereg! Legyen egy túl nélkül, hiszen a szakácsunk épp, hogy csak a főzéshez készül. Meglestem az imén, úgy láttam én éppen, bagolynyerítést főz első étekképpen. Asszony nyöszörgés föl csirkeordítással, borjú köhögéssel, vad bivajmártással. Végül ehetünk itt üres kocsizörgést, hozzá sündisznómáj lesz majd a körítés. Egy tüskés sündisznó lesz itt nyársra húzva, egy öreg kocsiagya bepácolva. Na megeszünk mi minden, csak hozzá elénk menten, mit szakácsunk, az asztalra tenni nem restel. És hogy ki ne hagyjam, és el ne felejtsem, az imént, ahogy a konyhába mentem, finom étket láttam, mindjárt elmesélem. Patkányzomb lehetett messziről, úgy vélem. És hogy a jó étvágyat el ne roncsam, a legjobb falatokat el ne hanyagoljam, vad csalánnal tépdelt, egérfarka leves készült nagy serényen, de lehet, hogy nyes. No, ki is nézett tüstént a konyhára, mi készül itten ízes vacsorára.
Egyet fordulok, visszatérek mentem, lehet, hogy sohasem. Bornyú nyúzó kedden, az ifjú pár meg, éljen, éljen, éljen! Hey, hopp is tók, szerencsés, jó estét kívánok! Meghoztam a leves színe. Aranysárga, csigafőt, ebben nem pedig lenspárga. Tessék hát szedni, de ne csak úgy keveset, hisz tudom, a muzsikus jó heten emele. Egy tányér, két tányér, ne sajnáld a gazdát, vegyen azt trabantot, nem pedig lemmazdát. Ám a levessel nem kell jól lakni, hisz lesz itt kaja bőven, amit lehet halni. Ám, aki mostan ehhez érez vágyat, hát kanalazzon, nosza, jó étvágyat, éljen az ifjú pár! Meghoztam a marhát, mind a négy lábával, jó 16 évig legel az anyjával. Addig ette a szénács, az abrakot még tegnap este végül, a fűbe nem harapott. Mészáros taglója vetett neki véget, látom, nem szomorkodunk mi most a nevéget. No, ennyi tisztesség, még a marhának is kijár. Fogyasszuk el, hamarjába, mindjárt. Jó étvágyat kívánok, éljen az étvágyat! Hey, szerencsés, jó estét kívánok, tisztelt násznép, kedves vendégsereg! A szerelem szele a lisztet összefújta, egy ügyes péklegény tejjel mézzel mindezt összegyúrta, a tetejébe ezeket a virágokat szúrta, így lett a neve menyasszonyi torta. Néztem, mi ékes a formája, azt hittem valami jóra való asszony bodros cicomája, de mikor megtudtam, mi is esütemény, behozatalakor vigyázva jöttem én. Nézzék, én ezt ide most föltetettem, s a menyasszony hogyan örül ezen, s amint véle párja kínálja, nyomban csokra áll a pici piros szája. Tisztelt násznép, kedves vendégsereg, ilyen alkalommal ilyen versenokra mit is adjon egymásnak az ifjú pár? Jövök itt a repülő szőnyeggel, mivel ez egy olyan nagy probléma, olyan nagy baj, hogy menyasszony nincs a körünkben. Hát mi rajtunk már csak a jóisten kegyelme segítve. Éppen én, mint a Végés Csabai muzulmán egyházkerület feje, kinek neve muzulmánul arabul sekvej bej, kinek nyakizmán tökül, ugye az Isten kegyelmét hozom el nektek azáltal, hogy erre való imádságot, hogy visszaszeretjük a menyasszony, meg fogok nektek tanítani. Ez az imádság nem más, mint egy valódi muzulmán szertartás, amihez majd ugye először is itt a kezemben a szőnyeg. Ez egy ima szőnyeg. Meg is kérdezem, ki tudja, merre kell fel a nap? Körülbelül, merre van kelet, merre... Keleten, arrafelé, nagyszerű. Le is terítettem akkor a szőnyeget én ehhez, egészen a Mekka felé, vagy a Mokka, nem tudom. Mokkának, a Mekkának hívják, segítsetek már, nem tudom. Na lényeg a lényeg. Tehát ez egy imádság, mint mondtam, egy nagyon-nagyon hagyományos dolog. Ez egy női imádság lesz, éppen mint felkent papi személy. Ehhez a női imádsághoz három önként jelentkező hölgyet fogok én most kijelölni. Járok is körbe, szabad lesz itten, akkor a... Első bátor meg is van. Nagy-nagy kérek szépen. Második önként jelentkezett, nem is kellett ki, jött magától. Gyertek csak, álljatok ide a szőnyeg mellé, kérlek szépen benneteket. Így a szőnyeg mellett, harmadik ügyünket is ezt nem kerestünk. Így van, így van. Így a jobb is, hogyha így, mint a családban marad az egész dolog. No, hát lényeg a lényeg, mint mondottam, egy női imádság. Kérem szépen itt a szőnyeg mögött, ami ugye az imádság lényege, felsorakozni libasorba. Nem kell a libasorhoz gávogni, elég, hogy csak egymás mögé beállnak a kedves hölgyek. Hát mi nálunk muzulmánoknál ugye szokás a csador, az elkendőzés. Ám ez egy mérsékelten muzulmán ország, ugye? Gerendáson vagyunk Magyarországon, mérsékelt lesz az elkendőzés. Nem az egész testet kendőzzük el a csadorral, hanem csak a szemeket fogjuk. Tehát ez azért egy eléggé humánus módszer, szerintem a hölgyek is úgy tartják. Remélem, hogy
tetszik mondani, hogy mennyi volt a fodrászlámot. Na nézzük, a harmadik elkezdődés is mindjárt megtörténik. Na már most, aki maga előtt talál valakit, a vállára tegye a kezét. Na már most, a két hátuláló hölgynek szerintem gyakorlatból nagyon fog menni, a kislánynak viszont el kell magyarázni, hogy hát ahogy otthon szokták, olyan jó nagy terpezben kérem szépen, hogy álljanak. Igen. Körülbelül akkor a terpez, hogy a terpezben állsz, ne lépj rá a szőnyegre. Ugyanis a kívánság lényege az, hogy a szőnyeg fölött kell úgy átmenni, most ugyancsak te kigyelmeték látják, a lányok nem, tehát hogy nem lépnek rá.